ez a pályázat sikerrel zárult le, és ez a 2,1 milliárd forintból megvalósuló pályázatnak az egyik győztese Eger városa, 350 millió forinttal, ami óriási nagy siker, hiszen három intézményt fognak felújítani, rendbe tenni, nyílászárókat korszerűsítenek, fűtésrendszert rendbe teszik, tehát mindenképp nagyon nagy öröm, és ez azt a cél szolgálja, hogy mindazok az édesanyák, mindazok a szülők, akik merik a gyermekvállalást vállalni, merik a gyermekeket fölnevelni, azok adott esetben, ha korábban mennek visszadolgozni, akkor a gyermekeik jó helyen legyenek. Ehhez gratulálok szívből az egrieknek, Habis László polgármester úrnak, Nyitrai Zsolt képviselő úrnak, Horváth László képviselő úrnak, akik nagyon sokat tettek ezért, bíztatták az ittenieket, hogy induljanak el ezeken a pályázatokon, és hála Istennek sikerrel.